A szüreti piac és kirakodóvásár pazar gazdag kínálattal várta a látogatókat. Fehér Ferenc, martonosi őstermelő évről évre elhozza Palicsra a legszebb terményeit. Idén hoztam dísztököt, aminek 50 dinár és 70 dinár darabja, fokhagymát 350 dinár kilója, fűzér 250, szőlőt, ami 170 dinár, fehér és fekete, körtét, vilmost 160 dinárért. Az almaszüreti java még csak most jön, a betakarítás idén legalább 10 napot késik. A korán termőfajtákat kezdték el szüretelni, és még csak most fog jönni az olyan fajtáknak a szüretelése, amit majd betárolásra is lehet alkalmazni. A látogatók frissen facsart, mézédes almalét is kóstolhattak a palicsi szüreti napokon. Az idei pálinka versenyre 83 minta érkezett. Szüreti napok idei legjobb pálinkája, a fekete ibolya, vilmos körte pálinka volt, illetve választottunk egy abszolút nyertest, vagy legsikeresebb pálinka főzőt, mivel ő kapta a legtöbb aranyérmet, ő pedig palicsi termelő Racsmány Imre. Dencs Valéria, a Park Palics Kft. Megbízott igazgatója azt mondta, idén a kiállítók száma meghaladta a 100-at. Nagyon nagy jelentőséggel bír ez a hagyományt ápoló rendezvény, azért, mert széles országunkból látogatnak el hozzánk vendégek, gyermekek, idősek. Az Aréna Zabadkien Zizborlovag rend ünnepi ceremóniája során megkoronázták az idei szüreti királynőt, Adriana Brkljácsot. Nikola Kujundzsic ifjú mérgesi gazdát választották az idei év szőlészévé, aki szerény ajándékot adott át Pásztor Istvánnak. A tartományi képviselőház elnöke köszöntő beszédében kiemelte, a szüreti napok részben a szüretről és a mezőgazdaságról szólnak, másrészt ez egy idegenforgalmi esemény. Nagyon gazdagnak tűnik a fölhozatal, sokan jelentek meg, sokan szeretnék itt hagyni a bemutatott árujukat és jótékonykodni a vásár befejeztét követően. A gyümölcs és zöldség kiállítás ezúttal is a Vigadó teraszán tekinthető meg. Ezeket a rendezvényt követően a szabadkai Kolefka gyermekotthonnak ajándékozzák. A Ludaspuszta térségi társulás szervezésében a palicsi szüreti napokon immár hagyományosan minden évben megszervezik a Vigadó teraszának keleti oldalán a kézműves kirakodó vásárt, amelynek keretében meg lehet kóstolni a legfinomabb házi süteményeket, illetve a házi készítésű pálinkákat. De természetesen vásárolni lehet egyedi készítésű kézműves termékeket, mint amilyenek az ékszerek, valamint a dísz és használati tárgyak. Egyébként a palicsi szüreti napokon vasárnap marha pörkölt főzőverseny is lesz, valamint házi sütemények versenye és kóstolója a délután folyamán.